Egész nap, tegnap is nagyon jól éreztem magam az autóban, nagyon kellemesen jó volt. Most már úgy érzem, hogy be is laktam az autót. Ez az eső, igazság szerint verseny előtt is imádkoztam az esőért, aztán végén nem sikerült. A Höller papával volt egész nap egy ilyen kis harcunk, de a második előfutamban is. Most a döntőben ott áll meg, ott nem adott gázt, ahol már mindenki gázt adna. Lehet, hogy a szappan miatt, lehet, hogy bevakolták. Így az én jobb első kerekem találkozott az ő bal hátsó kerekével. Meg volt írva, hogy itt viszont tetemes kár keletkezik így az én autómba. Sajnos így kiestem a döntőbe. Összességében nagyon jól éreztem magam, ez az ötödik hely, ez ebben a mezőnyben nagyon jó. Remélem, hogy majd a következő versenyen jobb lesz. Nagyon sokat fejlődött az autód a tavalyi évhez képest, nagyon sokat gyorsultál, viszont a mezőny is nagyon erős lesz. Mire lehetsz képes így a következő versenyeken? Nem tudom, így az időket néztük. Azt hiszem a Höllerrel ilyen 400-on belül voltunk. Amikor lehetett menni, a Harsányival is pariba voltunk, tehát ott is azt hiszem összességében a körök háromnegyedében is közel időket, tehát egy-két tizedeket adtunk egymásnak, illetve kaptunk a másiktól. Én azt hiszem, hogy ez most nagyon kiegyenlített lesz ez az egész évad. Én azt hiszem, hogy ez egy igazi kőkemény év lesz. Aki itt most évvégén magyar bajnok lesz, az mindenképpen meg fogja érdemelni. Köszönöm szépen, hogy gratulálok. Köszönöm szépen.